4 óra múlt, körülbelül 2 perccel. Szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! Élő adásban sorsoljuk a 6-os lottó nyerőszámait itt az RTL Klubban. A 30. játékhéten tartunk, és múlt hét vasárnap két szerencsés játékosunk is fejenként több mint 143 millió forintot nyert. Szóval most újraindul a halmozódás, és 70 millió forintot nyerhetnek szerencsés esetben. Ma is minden szabályszerű lesz, ezért van velünk a Szerencséjáték ZRT sorsolási bizottsága. Tihanyiné Tóth Zsuzsanna az elnök. Jó napot kívánok! És dr. Mikó Ádám Péter a közjegyző. Jó napot kívánok! Hat számhúzó ma is megérkezett hozzánk, mindjárt megismerik őket. Mind a hat játékos először került be a játékunkba, úgyhogy nagyon izgulnak, hogy milyen nyerőszámokat húznak. Ugyanis a kihúzott nyerőszám 6000-szeresét nyerik, 30 ezer forint alapnyeremény mellett. Eszter lesz a segítségemre, és akkor kezdjük a játékot. Első húzónk Dóci, Hegyi Istvánné. Dóci Szegedtől 20 kilométerre található, Mária nagyon régóta pályázik, végre sikerült bekerülnie, lánya kísérte el, és az ablakokat kéne kicserélni egy kicsit otthon. Nézzük, tudunk-e segíteni? Tudunk rendesen. Nézze csak, 38-as, ez lett az első nyerőszám, látom, hogy nagyon sóhajtott. Ez 228 ezer forint. Gratulálok, köszönjük szépen. Második számhúzónk Karcagi, Kun Mihályné. Nagyon-nagyon nagy a család Marikánál, két fia, öt unokája van, és legidősebb unokájának, Andrásnak augusztusban lesz az esküvője, úgyhogy talán nekik segít majd ebből a nyereményből. A hatos loton a hatos a második nyerőszám, aminek a 6000-szerese 36 ezer forint. Köszönjük szépen! Egyik kedvenc városomból, Balatonfüredről érkezett harmadik játékosunk, Rül Tibor. Műszaki főnökként dolgozik egy helyi részvénytársaságban, fia szurkol neki, és Olaszországba szeretne elutazni ebből a nyereményből. Na nézzük, hogy ez az energikus húzás bizony sok szerencsét hozott. 41-es, ez a harmadik nyerőszám, finoman fölemelte a szemöldökét, 246 ezer forintot nyert. Köszönjük szépen! Kiskunhalasi, negyedik számhúzónk, Csergedné Dicső Magdolna. Egy gyógyszertári szakasszisztens érkezett ide mellém, akinek 4 gyerek és 6 unoka szurkol, szóval jó nagy a család, és a férje pályázta be, aki 14 éve, minden héten 14 szelvénnyel játszik. És a 4-es ebben is benne van, és micsoda 4-es, nézze, 40-es, ez a negyedik nyerőszám. Ön 240 ezer forintot nyert, köszönjük szépen. Ötödik játékosunk érkezik, Bara Péter budapesti. Ugye ő is először került be a játékba, mint minden eheti számhúzónk. 40 éve játszik a bátyjával egy közös szelvényen, két fia, három unokája van, és nézzük, ez szintén egy magas szám, milyen magas számok vannak ma? 37-es, hölgyeim és uraim, őrület, el sem hiszem, most látom a számokat. Ön 222 ezer forintot nyert, köszönjük. 37, 38, 40, 41, jó számok ezek, na nézzük, mi lesz a hatodik. Burka Józsefet várom, ő Alattyáni. Szerintem minden nézőnk azt kérdezi, hogy a 39-es most meg lesz-e. Gondolom örülne neki. Ez egy hangos keresés volt. Na nézzük, borászként dolgozott József. Üdvözli az alattyániakat, de mi lett a hatodik? Ha, majdnem 35-ös. Szerintem ennek nagyon örülhet. Tehát a 35-ösért cserébe 210 ezer forint jár. Kedves nézőink, jó kis számokat húztunk a 30. játékhéten. Nézzük emelkedő számsorrendben. Tyú! A legkisebb a 6-os, ezt követi a 35-ös, majd a 37-es, 38-as, 40-es és a 41-es. Ne felejtsenek el számhúzónak jelentkezni, tudják, hogy kell. Legalább 1500 forint értékben kell venni egy 6-os lottót, majd a vásárlás hetében vasárnap éjfélig kell pályázni. 061-224-2626 a telefonszámunk, de pályázhatnak a www.szerencsejáték.hu-n keresztül is. A tegnap kisorsolt Jokert is nézzük, 5-7-9-7-3-9. A Jokeren nem volt teli találatos, így ott jövő héten 70 milliót nyerhetnek. És akkor nézzük, hogy született-e teli találatos itt a 6-os lottón. Már is látjuk a nyerőszámokat a nyereményekkel. Az 52 darab 5-ös darabja közel 4 millió forintot fizet, de lett-e teli találatos, nézzük? A sajnos nem lett, úgyhogy halmozódik a 6-os lottó főnyereménye. Jövő héten vasárnap 135 millió forintért játszhatnak. Ne felejtsék, hogy a Szerencséjáték ZRT-t követhetik a közösségi médiában, a Facebookon, az Instagramon, a műsorokat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Találkozunk jövő héten is, viszontlátásra!